A hírhet texasi ranger. Örülök, hogy megismerhetem. Az úr pedig Rolly Wilkes, néhai férjem partnere. McQuaid ranger. Most már az ő partnere vagyok. Úgy hallottam, jól bánik a kezével és a lábával. Meglehetősen. Rolly karate bajnok volt Európában. Tényleg? Brown úr, Sally. McQuaid úr, örülök, hogy találkoztunk. Most jut eszembe. Rolly később egy kis bemutatót tart majd a harci művészetéből. Csak egy kis bemutatót. Remélem, az urak megnézik. Nem hiszem, hogy lesz idő. Örömmel, számíthatnak ránk. Akkor jó. Mit csinál? Elmegyek lovagolni. Komolyan gondolod? Persze, hogy komolyan. Megengedi? Tessék. Karop, mozgás! Soha sem adja fel. Emlékeztet valakire a felmenői közül. Tud adni pörkt? Az nincs. Hely nekem van, vagy veszek visz. Azt nem kérek. Az alsó polcról szem. Igen, asszonyom. Rolly produkálja magát. Ez érdekes lesz. A mai napon különleges vendégünk van. A híres nevezetes J.J. McQuaid. Éjjel! Éjjel, bravo! Van kedve egy menetre? Esetleg fogadhatná. Igen, álljon ki vele! Na! Nem, köszönöm. Pénzért nem verekszem. Ne táncolj ezzel az olajos képűvel. Olajos képű vagy, nem igaz? Elnézést.
Miért nem szaladsz el, amíg megteheted? Ki a fene kérdezett? Majd én megmutatom neked. Na, mi lesz, erős fiú? Csak szórakoznak egy kicsit a fiúk. Maga is be akar szállni? Ez szerintem egyáltalán nem szórakozás. Kérem, ne haragudjon. A barátaim tanulhatnának egy kis jómodort. Vagy új barátok után nézhetne. Na, mi lesz? Zenét! Miért kell mindent elrontani? Begyűjthetné őket, Ranger. Ha mind becsukatnám, aki kezet emel rám, a fél megy rács mögött volna. Ez az új szokása, hogy a segítségemre siet? Köszönöm. Jól állod az ütéseket. Hazaviszem ezt a fasírt képűt és összefoltozom. Jó ötlet. Gyere, fiú! Látom, levegőváltozásra van szüksége. Jöjjön velem.